Hello madár, ez a videó nem csak arról szól, hogy a négy fal között ülünk otthon, hanem pont arról, hogy kint vagyunk a városban, a természetben. Ma péntek van, ez egy nagyon kellemes nap, húsvét közeledik, és elmegyünk a kedvenc helyemre, ami Sitges-ben lesz, itt nem messze, majd meglátod, hogy miért tetszik nekem. Megérkeztünk a barcelonai vasútállomásra, elég nagy egy épület, itt látható, és ezen a nagy állomáson meg kell keresni a kicsi Orsit. Na lássuk, merre van, megtaláljuk. Orsi amúgy velünk fog jönni Sitges-be, nem tud erről a filmről, de hát most nem is kell tudni. Hello! Ő Orsi. Mondjad azt, hogy szia madár! Szia! Szia madár! Szia! Oké, és akkor most felülünk a vonatra, és elmegyünk Sitges-be. Vonaton ülünk, haladunk Sitges fele, amely egy ez a város a tengerparton található, gyönyörű partszakasszal található. A kurva vonaton vagyunk. Haladunk Sitges fele. Az a város, a tengerparton van, 24 km-re Barcelonától, és a vonat a tengerparton megy, úgyhogy fog látszani a víz. Ezt én megmutatom neked a vonatból. Megérkeztünk Sitges-be. Amint említettem, ez az egyik kedvenc városom. Körülbelül 20 percre van Barcelonától, és elég sűrűn szoktunk ide kijárni. Hogy miért? Hát ezt próbálom most megmutatni a mai nap. Ami a legfontosabb Sitges-ben, és sokan nem tudják, az az, hogy a pácsá, a szórakozó hely, az Sitges-ből származik. Most pontosan nem tudom, a 60-as évek közepén alakították itt, utána meg átkötözött Ibizára, szóval ez a pácsá, ez innen indult. Beültünk egy teraszra, mindig szoktunk valamit tenni, szobálni. Most teli van turistákkal ez a hely, mert hétvégén van, ez annyira nem tetszik nekem. Meggyulladok, olyan meleg van. Alig várom, hogy megígyak egy sört. Szóval várjuk a kaját. Végre megjött a söröm ebben a kánikulában, mindjárt felgyűl a fejem, elolvadok. Boldog szűrű napot már előre is. Kaja szézás saláta lesz, itt van. Nádi halkarikákat eszik kis tartárváltással. Orcsinál valami kötött káposzta féleség van. Dzsemmel meg citrommal. Hát mindegyik nagyon jól néz ki, de szerintem a legnagyobb adag. Nem tudom, hogy fog megenni, megpróbálom. Íne. Nem tudom, hogyha haladszik. Van itt egy csávó, aki
tolja rendesen a harmonikát. Szerintem én tudom, hogy honnan jött, most nem mondom meg, de lássuk, hát ha látszik valami belőle. És csak, ilyet én is tudok. Szóval ingyen muzsikánk is ott ez a kajához. Mint láthatod, megjött a második. Én nem tudom, mit rendeltem, de ezt hozták ki. Otra cerveza. Cerveza? Sí. Gracias. Grande. Na, megérkezett a hal is. Így néz ki a hal. Krumpli saláta. Fia, akkor ebben mi van pontosan? Mert fel akarom... Mozzarella, spenót, paradicsom, csirkemell és serrano sonka. Szóval ebben a dologban van mozzarella, spenót, csirkemell, paradicsom, serrano sonka. Mi? Serrano sonka. Serrano sonka? Serrano sonka. Mi az, hogy serrano sonka? Te tudod, Orsi, mi az, hogy serrano sonka? Na, van benne serrano sonka. Szezános sonka? Szezámagos sonka. Szeránó? Ez miért nem sonka egyszerűen? Miért Szezános sonka? Á, inkább megmutatom, így néz ki. Fáng! Hú, de meleg van. Sose hallottad még, ugye, hogy Szeránó sonka? Nem hallottam. Szeránó. Szerádó, azt hallottam, az azt jelenti, hogy zárni. Addig a nehumorizálom a halad, nyomálom. Átdobom a halamat a tányérodra. Na nézzek, megnézzük még egyszer Nádinak a nagyon szép halát. Nagyon szép is. Ez a helyzet most a tányéromban. De nem baj, mert a más a helyzet a poharamban. A halat még mindig nem szeretem. Nádia azt teszi, ez megint dumál most, mit áll, meg tudom hívni a baba kutyával, nézd meg. Halló. Oké. Okay. Lelépett? Na, egyéb ott egy szeletet, hogy tudjam felvenni, hogy harapod. Mármint halad. Ez. Hát szerintem undorító halat enni. De krumplit nem? Nem, krumplit azt jó enni. A cikrom elég ramat állapotban van. Krumplit azt jó enni. Láttad? Krumplit azt jó enni. De a cikrom ramat állapotban van. Napszúrást kaptam szerintem. Muszáj egyet egy kis sót. Vaj, hogy idegesítenek a babakocsisok. Mindenhol ott vannak, basszus. Mindenhol tolják a kurva kölyköt. Minek? Itt Izsgeszben még van egy érdekes dolog, amiről nem beszéltem. Inkább megmutatom. Ilyen csak. Világhírű hely, ahol a pasik szeretik a pasikat. Ez is egy probléma. Még 2015-ben vagyunk, de már a 2016-os Gay Pride Sitges partira lehet jelentkezni. Íme a plakát. Mi
ebben a városban szinte minden a fiúkról szól. Azért vagyok én is itt. Ez mi amúgy? Kulán. Ennek a neve Kulán. Nem Kula, nem Kula, hanem Kulán. Hát ez kurva finom. És a legszarabb az egészben a tengerpart. My face above the water. My feet can't touch the ground and it feels like. Ma április 2-a van, és megpróbálok egyet fürdeni. Nem biztos, szóval nem biztos, hogy bemerek menni, de ha bemegyek, akkor ez egy rekord lesz, mert még soha életemben nem fürdöttem április 2-án. Szóval imba a tengerpart. Ez a legrosszabb dolog az egészben. Wave after wave, wave after wave. Egy kis erősítő, mielőtt megmerek mászni ebben a tengerben. Hú, lássuk, milyen lesz ez! Slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Itt vagyok bent a tengerben. Hullámzik. De kibaszott hideg, nem biztos, hogy fogok fürdeni. De élvezem, most sem megittam pár sőt, nem is a rossz. Látod? Tökömig ér a víz. Kellemesen merül, nincs senki a vízben, csak én. Kibaszott, jó, bazd meg, de ideg! Na, látod, nem? It's the ground and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. Slowly drifting away, drifting away. Wave after wave, wave after wave. Slowly drifting. It feels like I'm drowning, pulling against the stream. Ez az híres Szigeszti lépcső. Nagyon szeretjük ezt a környéket. Általában sosem szokott senki itt lenni, de most ugye teli van emberekkel. Végig fogunk menni rajta. Ezt mindenki meg szokta csinálni. Azért van lekopva ez a kéz. Most végigmenk a lépcsőn a templomig. Általában egyedül szoktam végigmenni, de mivel most ünnep van, egyszerűen nem lehet végigmenni, de megpróbálom. Gyerekek! Itt a hullámok fel szoktak csapni. Ez elég szép így arra fele. Ami még kurva fontos Szigeszben az az, hogy itt van a Bacardi ház. Ez az. Ezt a Bacardi, az is innen indult. A csáv, aki feltalálta ezt az egészet, annak ez a fő hadiszállása. Utána lehet olvasni. Ezért is szép Szigesz. Akkor én most iszok egy Bacardit. Hello madár, látsz engem? Ez most a varázs távcső. Figyeld meg, hogy néz ki a világ. Szóval látsz, mert így látlak.
kívánom, hogy lássad a napfelkeltét minden reggel. És... sok sört. Majd lehet elmenni, és akkor megisszük együtt. Boldog új évet? A lényeg az, hogy boldog új évet kívánunk neked. Sok napkeltét? Napfelkeltét minden reggel. Szerintem azt kívánom azért, hogy néha te is szóljál valamit, hogy... Semmi, ide figyelj!